Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó hagyományosan folytatom a csatorna hagyományt, ugyanis februárban mindig szoktam egy Oscar-díjas könyvteget csinálni, úgyhogy ismételten csinálok, mert ugye februárban vannak az Oscar-díjak. Februárban van az Oscar-díjátadó, és ez létezik egy könyvteg, amit átvettem még amikor elkezdtem a YouTube-ot akkor. És ezt mivel minden évben megcsinálom, így majdnem elfelejtettem idén, de aztán eszembe jutott, hogy szoktam ilyet csinálni, úgyhogy szerencsére nem felejtettem el annyira. Kicsit később megy ki ez a videó, mint ahogy az Oscar díjátadó van, de nem baj. A lényeg, hogy február van, és megcsinálom ezt a teget. Ebben a tegben, mondhatni. Szóval itt ugye vannak kérdések, amik hasonlóak ugye az Oscar díjakhoz, ilyen legjobb film, legjobb szereplők, ilyenek, csak ugye könyves részre átvetítve. És azokból a könyvekből válogattam ide, amiket tavaly olvastam először. Tehát, hogy első olvasások, nem újraolvasások, de nem tavaly megjelent könyvekről van szó, nem tavaly olvasott könyvekről. Szóval végül is ez is még egy ilyen kis összegzés a tavalyi évről. És egyébként meglepődtem néhány könyvön, mert olyan messzinek tűnik ugye a tavalyi év eleje, hogy így megnéztem, és volt egy-két könyv, amire azt hittem, hogy tavaly előtt olvastam, pedig tavaly olvastam, csak ilyen január-február környékén. És nem is emlékeztem rá, hogy olvastam őket tavaly, úgyhogy így volt néhány meglepődésem, amikor így néztem olyan, hogy mit olvastam előző évben, és így ezt is tavaly olvastam. Na, de akkor nézzük, hogy melyik könyvek kapnak díjat a tavalyi évemből. Egyébként egy részét lehet sejteni így a kedvenc könyves videóm alapján, de akkor nézzük, melyik könyvek kapnak díjat a tavalyi évemből. Az első díj, amit kiosztunk, a legjobb borító díja, ez könnyű volt eldöntenem, ugyanis egy könyv, amit tavaly olvastam, és nagyon-nagyon szép borítója van, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, az Kelly Barnhill-től a The Girl Who Drank the Moon, azt hiszem ez nincs lefordítva magyarra, hogy talán nincs is magyar címe, de ennek nagyon szép borítója van, nem tudom, közelebb tart, hát igen, hát fókuszál. Lehet látni. Nekem ez a kis sárkány ott. Ő itt a kedvencem. Rajta van? Ez. Nagyon cuki. Ez könnyű választás volt. A második díj az a legjobb világépítésnek jár. És nem akartam egyrészt olyan könyvet ide mondani, amit már valószínűleg mondtam. Tehát ilyen Tolkien könyv, vagy Vaják könyv. Mert azoknak jó a világépítésük, de már mind a kettő talál... Igen, már mind a kettő kapott, szóval... Ne kapjon megint ugyanattal az írótól, úgy voltam vele, úgyhogy egy olyat választottam, ami engem meglepett, de tetszett, és kíváncsian várom a folytatását. Ez pedig Huszti Gergelytől a Mesteralvók hajnala, ugyanis ez félig a mi világunkban és félig egy fantasy világban játszódik, ami... Hát van hozzá még térkép is, úgyhogy megnyitottam. Egyébként biztos, hogy annyira fog látszódni. Na igen, itt van hozzá a kis térképünk. És én nem vártam, hogy ez a könyv nekem például annyira tetszeni fog, mint amennyire tetszett, úgyhogy kellemesen csalódtam. Majd valahol belinkelem azt a videómat, amiben nem ide linkelem be, hanem nem ide linkelem be. Azt hiszem, mindegy, ide linkelem be, vagy ide linkelem be, valahova belinkelem azt a videómat, amiben bővebben beszélek erről a könyvről. Már most... Több díj is van, és nem akarok túl hosszú videót. Nem akarom túl hosszúra nyújtani. Egyébként ennek a könyvnek is nagyon szép borítója van, de nekem a másik azért jobban tetszik. A harmadik díjat a legjobb cselekményű könyv kapja. Ezen már gondolkodnom kellett, mert olvastam több jó könyvet, ugye a kedvences videómból, azt így lehet tudni. De hogy melyiknek volt a legjobb cselekménye, azon sokat gondolkodtam. És nem akartam nagyon duplázni a könyveket, tehát egy két könyvből mondani ugyanoda, az úgy nem tetszett volna annyira. Aztán végül Rainbow Rowell-től a Carrion-t választottam ide, mert hát most hasonló kicsit az eredeti felépítése a történetnek, mint a Harry Potteré, de ezt már sokszor elmondtam, hogy szerintem attól függetlenül teljesen máshogy hasonlít, és alapvetően nekem ennek a története nagyon tetszett, tehát hogy több könyvtörténete is nagyon tetszett, de talán ennek volt az egyik legjobb, és ebből is az első köteté, mert a második kötet az nem lett olyan jó, mint az első. Ugye varázslóiskola, meg ilyenek vannak benne, erről is nagyon sokat beszéltem már, és most ebben a videóban nem akarok annyira részletesen belemenni a könyvek történetébe. A lényeg az, hogy ez az egész utolsó évük az iskolában, és az, ahogy le lett írva, meg lett írva, minden nekem nagyon tetszett, és az egész cselekmény is, ugye, amiben beletartozik a szerelmi szál is, meg minden,
és imádtam elejét a végig ezt a könyvet. Szóval legjobb cselekmény egyértelműen. Legjobb idegen nyelvű könyv, ami nem angolt jelent. Tehát, hogy nem angol szerzőtől származó könyv. És tavaly olvastam azért több Barangolás Európában-hoz tartozó részt, csak sok volt köztük a szünet. És ami nekem nagyon tetszett, az a Hófehér trilógia volt, és abból is ugye most így a Hófehéret, az első részt mondom ide, de az egész trilógia nekem nagyon tetszett. Csináltam is az egy Barangolás Európában részt, és abban el is mondom, hogy meglepődtem. Én 200 oldalas könyvekről beszélünk, de hogy tényleg van egy bedesz női főszereplőnk, és az így megy és nyomoz, és így ennyi, tehát teljesen jó. Én nagyon szerettem az egész trilógiát, és nem is csináltam addig belőle részt, amíg az egészet el nem olvastam. Mármint Barangolás Európában részt. Úgyhogy csak ajánlani tudom, és az finn szerzőtől származik, Salla Simukkától, azt hiszem, nem tudom, hogy kell mondani, nem tudok finnül, de ez egy nagyon jó sorozat. Most jönnek a legjobb fő és mellék szereplők, amivel már kicsit jobban bajban voltam, mert így nem nagyon tudtam, hogy ki volt olyan szereplő, akit így nagyon tetszett, és főszereplő, meg mellékszereplő. Aztán nézzük ebből mi lett. Hú, hát legjobb férfi mellékszereplőnek én Gilbert Blythe-ot választottam az N otthonra talál, az N otthonra talál című könyvből, mert ugye lényegében a könyv, meg az egész történet főszereplője maga N, és Gilbert magában a könyvben annyit nem jelenik meg, mint mondjuk a sorozatban. Úgyhogy annyira nem mondanám, hogy ő főszereplőnek számítana ebben a könyvben, mert akkor oda került volna, de így inkább azt mondtam, hogy szerintem ebben a könyvben ő inkább mellékszereplőnek számít. Gilbert egy imádnivaló karakter, erre csak ennyit tudok mondani. Főleg a sorozatot, hogyha valaki kicsit is látta, vagy valamit tud róla, az, vagy így az egész sorozatnak a fandomját valaki kicsit követi, akkor tudja, hogy mindenki szerelmes Gilbert Blythe-ba, és a könyvekben is ugyanolyan mentalitású, mint a filmekben, úgyhogy tényleg mindenki szerelmes Gilbert Blythe-ba, és ez teljesen indokolt. Úgyhogy legjobb férfi mellékszereplő. Ez egyértelmű választás volt. Legjobb férfi főszereplő, szerintem amúgy simán több olyan könyvet olvastam, aminek női főszereplője volt. Úgyhogy ilyen férfi főszereplőknél így gondolkodtam, hogy ki volt az, akit bírtam is, meg ilyenek. És Rick Riordantól választottam a Trials of Apollo negyedik részét, a Tyrant's Tombot, mert Apollót ebből az egészből, nem valaki más, tehát Apolló a legjobb főszereplő szerintem, mert hogy szerintem tavaly nem ő kapta a díjat, remélem, legalábbis. Na mindegy, az a lényeg, hogy azért Apollónak adom ezt a díjat, mert ő ugye le lett fokozva Istenből halandóvá, bocsánat, ha ez most spoiler volt, de hogy ez az egész sorozat lényege, hogyha valaki kicsit is tudja, miről szól, vagy utána olvasott, tehát ezzel kezdődik, hogy Apolló le lett fokozva. Hatalmas fejlődésen megy keresztül ebben a sorozatban. Ugye az isteni mi volt a... benne van az emberi létében, és így próbál ugye főleg az elején az egésznek úgy viselkedni, mert hogy ő amúgy Isten, csak most valamiért csak most halandó, de így szép lassan változik a kötetek folyamán, és szerintem az nagyon jól meg van írva, és vicces is, meg hozza amúgy a formáját, de hogy néha föltör így az emberi része, máskor meg itt az isteni egója, és én ezt imádom, ezt az egészet ebben a sorozatban, tehát hogy ez a egyik legjobb eleme ennek az egész sorozatnak, Apollónak ez a kettőssége, és ez nagyon jól meg is van írva, úgyhogy Apolló simán legjobb férfi főszereplő. A hetedik díjunk az a legjobb női mellékszereplő. És hát ezzel rengeteget gondolkodtam, elég gondolkodtam, hogy... Szóval nagyon volt olyan női főszereplő, hogy mi az mellékszereplő, mert így nem is tudtam volna mondani, a Carrionból tudtam volna mondani például Penelope-t, mert ő jó, meg őt bírtam, de mondom, akkor Carrion ismétlődik, és az úgy nem jó. Úgyhogy végül női főszereplő, de nem ember, de én elfogadom ide. Nem érdekel, és kincsemből fogom ide mondani kincsemet. Mert bár ez a könyv elméletileg a lóról szól részben, a ló annyira nagyon mellékszereplő, hogy szinte nincs is benne. És ezért megérdemli, hogy legalább mellékszereplői díjat kapjon. Mert amúgy jól csinálta, amit csinált, ugyanúgy verhetetlen csodakancsa. Attól függetlenül, hogy szegény sajnos nem sokat szerepelt ebben a könyvben.
És ezt már sokszor kifejtettem. Legjobb női főszereplő, ezt sem nagyon tudtam igazából kiválasztani, úgyhogy ne legyen ismétlődés, mert azt nem akartam. Úgyhogy végül úgy döntöttem, hogy a Scott Pilgrim képregényekből választom ide Ramonát, ugyanis ő is egy jó badass női főszereplő karakter volt, amikor olvastam ugye a könyveket. És igen, mondat vége. Igazából a filmben annyira nem volt szimpatikus, mert ott kicsit más, hogy lettek csűrve csavarva a dolgok, mint magában a képregényben, de utána, amikor olvastam a képregényeket, akkor utána teljesen szimpatikus lett, úgyhogy egy teljesen jó női főszereplőről beszélünk. Még úgyis, hogyha igazából a sorozat főfőszereplője az Scott Pilgrim, de Ramona megkapja tőlem a tavalyi évi olvasmányaim. Tehát a 2019-es év Oscar díját a legjobb női főszereplőért megkapja. És akkor még két díjat kell kiosztanunk. Az egyik, az utolsó előtti, a legjobb író. És szerintem ez senkinek nem fog meglepetést okozni, mert ugye ide olyat szoktam, aki ilyen újonnal felfedezett, és az adott évben olvastam tőle. Ez pedig nem más lesz, mint Doppergés. Nem tudom. Rainbow-rával. Szerintem senki nem lepődött meg ezen. Ugye sok Rainbow-rával könyvet is olvastam az előző évben, és nagyon tetszettek is, úgyhogy most teljesen Rainbow-rával fanatikus lettem. Szóval ez elég egyértelmű döntés volt. És hát ugye a fő Oscar díj, amit csak így kapni lehet, vagy nem is tudom. Gondolom, hát igazából ez a legnagyobb díj talán. Az összes az. De az pedig az utolsó díjunk, vagyis a legjobb könyv a tavalyi évből. És nem szeretek ilyen leges-leges, legkedvencebb dolgokat választani, de ott volt a kedvences videóm a tavalyi év 5 kedvenc, fő kedvenc könyve, és hát egyértelműen abból választottam, mindig abból választok. És ha valaki összeteszi a puzzle darabokat, hogy kedvenc íróm Rainbow-rával lett, volt már Rainbow-rával könyv a felsorolásban, és mondtam, hogy nem akartam nagyon ismételni, szóval szerintem senkit nem fog meglepni, amikor azt mondom, hogy a tavalyi évben olvasott könyveim közül a legjobb könyvdíját a Fangirlnek adom. És erről is nagyon sokat beszéltem, nagyon sok videóban, úgyhogy nem is fogom ezzel most elhúzni az időt. Elejétől végig imádtam, kedvencem is lett. Szóval megérdemli a legjobb könyvdíját. Nos, a tavalyi évemből ezeknek a könyveknek adtam most az adott díjaikat. Egyébként tényleg nehéz volt kiválogatnom, mert nem tudom, olyan nagyon eget, földet rengető jó olvasmányaim talán. Tehát olyan sok nem volt, azért volt az, hogy most is itt szenvedtem vele, hogy nem akarok ismételni, de kéne valami, és akkor megvolt a felek kérdésre a stabil válaszom, és akkor utána így szemezgettem, hogy melyik az, amiben még ilyenek voltak. Mert nem szeretek ilyen tegeknél ugyanazokat a könyveket felmutogatni, csak néha nem tudok más csinálni. Mert valamikor egy kérdés, nem egy könyv, így körülbelül az összes kérdése megfelel. És utána elfelejtem a többi könyvet, amit így van, és választhatnék. Na igen. Szóval ezek lettek az 2019-es Oscar-díjas könyveim. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!